Sziasztok! Újra jelentkezik a Kecskeméti TV kisállatmagazinja, a Kedvenc. Mai adásunkban bemutatjuk a Kecskeméti Cicamentők csoportot, akik már évek óta segítenek a bajba jutott macskákon. Az alapítvány vezetőjével és egy ideiglenes befogadóval is beszélgettünk a cicamentésről. Tartsatok velünk! A Kecskeméti Cicamentők nevű csoport már 5 éve működik a városban, és sok száz cicán segítettek már az évek során. A csoport a Környezetünk Állataiért Alapítvány keretein belül jött létre. Az alapítvány munkatársai már hosszú ideje próbálják a városban élő elvadult macska kolóniák létszámát befogadással és ivartalanítással korlátozni. A macskamentő csapat pedig Kecskeméten és vonzás körzetében segít árván maradt, bajba került cicákon. Az alapítvány elnökével László Ágival beszélgettünk az egyesület munkájáról és a cicamentésről. 20 évvel ezelőtt körülbelül, illetve most már lassan 25, mostanra már idősebb állatorvosok, önkéntesek, főleg hölgyek kezdték el ezt az egész dolgot csinálni, de hát aztán nyilvánvalóan az életkorukból is adódóan belefáradtak abba, hogy bokrok alatt kusszanak, másszanak, és akkor kerültünk mi kapcsolatba velük, amikor elkezdtünk mi is tőlük teljesen függetlenül cicamentéssel foglalkozni, főleg utcára került, sérült vagy kidobott cicákkal foglalkozunk, és ebből jött ez az ötlet, hogy tovább vihetnénk az ő tevékenységüket, így, hogy ők már egy kicsit belefáradtak, és körülbelül, ha jól emlékszem, akkor 5 éve van az, hogy alapítványi kereteken belül működünk. A csoportunk az elsődlegesen továbbra is utcára került, sérült, vagy nagyon kicsit cicákkal tud foglalkozni, mert már helyünk az nincs, és ideiglenes befogadókkal vagyunk kapcsolatban, akik a cicáknak otthont adnak addig, amíg gazdit sikerül nekik találni. Az ideiglenesen kutyust vagy cicus befogadók áldozatos munkája nélkülözhetetlen a sok-sok bajba jutott állat megmentéséhez. Mint Ágitól megtudtuk, nincs menhelyük, ezért is van nagy szükség a befogadókra. Elhelyezésre van szükség, akkor általában akkor tudunk csak segíteni, ha nagyon sürgős az elhelyezés, mert mondjuk sérült az állat, vagy nagyon picike. Egyébként általában arra biztatjuk a segítségkérőt, hogy próbálja meg legalább átmenetileg ezt ő megoldani. Így aztán ezzel például bárki tud segíteni, aki bajba került cicát talál. Egyébként orvosi ellátást igyekszünk biztosítani szükség esetén minél előbb, illetve a cicák napi ellátása, de az elhelyezéssel vagyunk folyamatosan gondban, tehát ezt szeretnénk, ha minél nagyobb arányban tudnának az eleve a segítségkérők is besegíteni, illetve folyamatosan keresünk ideiglenes befogadókat ugyanezért. Mert tulajdonképpen ez szabhatárt annak, hogy hány cicán tudunk segíteni egy időben. Az ideiglenesen befogadók olyan állatbarátok, akik vállalják, hogy otthonukba fogadják a gondozásra szoruló pici, vagy a gyógyuló félben lévő nagyobb állatokat. Szerencsére Kecskeméten is vannak olyan emberek, akik szívesen fogadnak be mentett négylábúakat. Halász Kriszti már évek óta segít a cicamentőknek. Saját kutyái és macskái mellett mindig gondoskodik utcán talált kitett cicusokról. Első nekifutásra kezdtem 5 éve, akkor hirtelen bevállaltam 8 nagyon rossz kis cicát. Volt 8 hófehér pandúrom, úgyhogy azt sem tudtam, hogy merre vagyok arccal előre. Akkor így azt mondtam, hogy jó, egyelőre elég volt. Úgyhogy 5 éve kezdtem, és minden évben van legalább egy olyan 10-12 cica, aki így megfordul a kezem között. Ha csak egy 2 napot itt van, megyek tovább gazdihoz, de én nagyon szeretem csinálni, úgyhogy nekem ez egy ilyen hobbim, úgymond. Fontos tudni, hogy az ideiglenesen befogadók mögött mindig ott áll az állatvédő szervezet, aki anyagilag támogatja őket. Vagyis állják az orvosi ellátást, a befogadók kapnak az alapítványtól tápszert, eledelt, akár almosládát is. Mindent, amire szükségük lehet. Az ő dolguk lényegében az, hogy biztonságos, szerető környezetet biztosítsanak a kisállatnak, amíg gazdira nem talál. Miközben a legfiatalabb cicamentő is csatlakozott az interjúhoz, arról is beszélgettünk, hogyan lehet valakiből ideiglenes befogadó. Néhány feltételhez kötjük a dolgot, tehát csak biztonságos helyre mehet a cica, ahonnan nem eshet ki, nem veszhet el. Lehetőleg első időben ne érintkezzen saját állattal, mert ugye utcáról fölkerülve, amíg nem telik le egy karanténidő, meg egy kivizsgáláson nincs túl a cica, addig bármit hordozhat, de tulajdonképpen ennyi. Mindenkinek nagyon örülünk, aki akár csak egy zuggal is tud segíteni egy-két cicának abba, hogy amíg gazdira nem találnak, addig legyen egy fedél a fejük fölött, tulajdonképpen legtöbbször erre van szükség csak. Természetesen nem mindig könnyű ideiglenes gazdinak lenni.
nagyon sok lemondással jár, ugyanis rengeteg az kiscica szezonban, annyira sok a babacica, hogy rendszeresen az van, hogy 2-3 napos kismacskákat szedünk össze, és ugye őket bizony 2-3 óránként tápszerezni, el kell őket látni, és ez úgy gondolom, hogy ez nagyon sok lemondással jár. Viszont meg annyira jó őket gondozni, és látni, hogy fönnőnek az ember kezek között, viszont annyi hátránya van ennek, hogyha az ember icipici kismacskát gondoz, hogy nagyon nagy a halálozási esély, mert ugye nem kapnak megfelelő a macska tejet, hanem csak ezt a nekik gyártott tápszert. Azt is megtudtuk, hogy az esetleges nehézségek ellenére megéri befogadónak lenni, hiszen rengeteg pozitív oldala van annak, ha segíthetünk a bajba jutott állatokon. Szerintem maga az élmény, az a törődés, hogy lehet törődni egy cicával, meg aki igazából azoknak is ajánlom, akiknek nem lehet hosszú távon cicája, mondjuk egy albérlet, vagy valami miatt, vagy mondjuk nem engedheti meg magának, egy ideiglenes távon teljesen jó, mert általában egy cica egy ilyen ideiglenes befogadónál maximum 2-3 hónapot van, még felcseperedik, megerősödik, és utána tényleg lesz nekik gazdia. Úgyhogy nálam is ezek a kis vörös kis pandúrok már itt vannak 2 hónapja, és mennek gazdihoz folyamatosan. Úgyhogy én ezért szeretem, hogy úgymond van is cicám sok, de közben megy is tovább, és közben kapok is újakat, úgyhogy én ezért ajánlom, mert egyszerűen nagyon jó buli nekem. Meg ugye ez nagyon emberfüggő, hogy most kinek van ideje, meg az alapítvány figyeli azt, hogy ha valaki ideiglenes befogadó szeretne lenni, akkor megkérdezik, hogy mit tud vállalni. Nyilván, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen távszeres kicicát nem tud vállalni, mert dolgozik 12 órába, de viszont egy ilyen kis 4 hónapos kicica meg ugye elfér valahol a lakásban, akinek úgymond nem kell olyan sűrűn etetni, az is egy segítség, vagy az is jó dolog. Úgyhogy meg szerintem nincs annál jobb, mikor az ember nagyon puszilgatja egy cica. A kis bújós szörgombócok pedig hamar az ember szívéhez nőnek, és még az is előfordulhat, hogy életre szóló barátság válik a befogadásból. Ő saját mentésem, őt hajdúviharbenyéből szedtem össze. Ő egy hirtelen jött cica, még egészen kicsi voltam, 11 éves, mikor egymásra találtunk, és akkor mondtam, hogy ő lesz az én cicám. Anyukám nem gondolta komolyan, azt mondta, hozhatom, akkor maradhat, hát maradt a cica, úgyhogy ő nagyon egy imádnivaló kis szörgolyó. Természetesen minden támogatásra szükség van, hiszen rengeteg bajba jutott cicán kell segíteni nap mint nap. Aki úgy érzi, szeretne az állatvédőkhöz csatlakozni, rengeteg módon megteheti. Reméljük, páran az ideiglenes befogadáshoz is kedvet kaptak. Az Állatok Világnapján ellátogattunk a Kecskeméti Vadaskertbe, ahol látványetetésekkel és bemutatókkal várták a vendégeket. A rendezvényen 2 örömhírt is kaptunk. A következő percekben ti is megtudhatjátok, milyen új jövevények várják a családokat az állatkertben. Október 4-én az Állatok Világnapján számos állatkert érdekes programmal készült a vendégeknek országszerte. Az eseményhez a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, például különféle állatok etetését is meg lehetett tekinteni, de a hüllőkhöz is közelebb lehetett kerülni. Csótányokat, kígyókat és más nem szeretem állatot lehetett simogatni múlt héten a vadaskertben, ahol 3 napon keresztül színes programokkal várták a vendégeket a szervezők. Ilyen volt még például a trófea bemutató. Lehet azt mondani, hogy talán az egyik legfontosabb napunk az Állatok Világnapja, hiszen mi is lehetne más egy állatkertnek, de ezt a napot nem csak úgy használjuk ki, hogy egyszerűen passzívan bemutatjuk az állatokat az ide látogató vendégeknek, elsősorban gyerekeknek, hanem próbáljuk színesebbé tenni, és belecsempészünk egy kis oktatást, egy kis információnyújtást, és most már lehet azt mondani, hogy évről évre egyre nagyobb létszámban érkeznek ide óvodások, iskolások, és ez az időjárás, ami most van ráadásul, ez egy gyönyörű időjárás, ezt még kellemesebbé tette. Az elmúlt években megtapasztaltuk azt is, hogy mindig kell valami újdonságot csempészni a programjaink közé, úgyhogy az idén is nem csak a szokásos állatsimogatót hoztuk előre egy kicsit, illetve bevittük a gyerekek közé, hanem kihoztuk egy kicsit a nem szeretem állatokat, ahol testközelbe, kézközelbe lehet simogatni az óriás csótányt, patkányt, a kígyót. Megmosolyogtató volt, hogy ezeket az állatokat a kisgyerekek minden félelem nélkül a kezükbe vették, megsimogatták őket.
A felnőttek azonban szörnyűködve megtartották a tisztes távolságot. Volt kolléga, aki beszélt a trófeákról, kiosztunk védett állatoknak a koponyáit, trófeáit, szörmeit, és ezek által mutattuk be egy kicsit a védett állatokat, hogy táplálkoznak, mit csinálnak, milyen az életmódjuk, hát illetve ami még nagy esemény volt, most már egyesített oroszlán családnál az oroszlán királynak az etetését is megtekinthették a gyerekek. És ha már a szenzációknál tartunk. Két kis szurikáta bővíti a létszámot az állatkertben. Tokovics Tamás elmondta, Zara tragédiája után nagyon örülnek az új jövevényeknek. Nagy várakozással tekintettünk arra, hogy az új szurikáta nőstényt, akit hoztunk, egyáltalán befogadja a csapat, és hogyha befogadja, akkor születnek-e utódok. És örömmel mondhatom, hogy születtek, és most már elő is jöttek. Meg is lehet tekinteni őket. Nyilván az első hetekben mi is nagy aggodalommal figyeltük, hogy milyen egészségesek lesznek az egészségállapotuk, milyen lesz bent születtek a belső kifutóba, de hát az ösztön, kihozták őket és a külső kifutóba bevitték a vályatokba, ahol egyébként is a természetben élnek, de most már 3-4 hét elteltével most már tényleg mindenki láthatja, előjönnek a kicsik is, és felveszik a szurikátáknak a szokásait, tehát a kaparászást, a fölágaskodást, úgyhogy nagyon népszerűek az ide látogató vendégek körében. És a jó hírek ezzel nem érnek véget, még mindig tudjuk fokozni. Új makik rebegtetik szemeiket a kicsikre, nagyokra a vadaskertben. Az biztos, hogy minket is lenyűgöztek. Aki pedig még nem látta az új jövevényeket a vadaskertben, élőben is megtekintheti őket. Ennyi volt már a kedvenc. Köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!